Köszöntöm Önöket a Global Japanben. Jakarta régóta a világ három legzsúfoltabb városainak egyike. Most azonban a japán technológiának és szakértelemnek köszönhetően újfajta módon lehet közlekedni a 30 milliós metropoliszban. Úttörő metrója a világ egyik legambíciózusabb fenntartható közlekedési projektje. Damon Ebling és indonéziai stábunk beszámolója következik. A jakartai születésű Muhammad már nem retteg a napi munkába járástól. Motorbicikliről és a város útjairól váltott, a rapid tömegközlekedést, az MRT-t használja. Az MRT nagyon sokat segít, hogy lerövidítsem az utazási időt, így mindig időben érkezem az irodába. Emellett a családommal is lett egy új szokásunk. Mostantól minden hétvégén ezzel viszem kirándulni a feleségemet és a gyerekeimet a központban lévő városi erdőbe. Az első vonal 2019-ben nyílt meg, csaknem 16 kilométer hosszan köti össze Dél-Dzsakartát a központtal, a két órás autóút vonattal 18 perc. Az ingázók dicsérik pontosságát, ezáltal stressz csökkentő hatását. Mindezt az All Japan megközelítés tette lehetővé. Könnyű, energiatakarékos vonatok, japán technológia és szakértelem, és persze kölcsönök. Jakartában a népesség növekedésével párhuzamosan a járművek száma is nőtt. Ez dugókat és légszennyezést okozott. A helyzet megoldására az indonéz kormány úgy döntött, hogy a japán technológiát és tudást felhasználva fejleszt ki tömegközlekedési rendszert a városnak. Már most is több millió utas használja a metrót minden évben, még a járvány idején is. Változnak az utazási szokások, egyre többen járnak gyalog és biciklivel. A káros anyag kibocsátás már is 18%-kal csökkent az elemzések szerint. A célunk az, hogy a biztonságos utazás biztosításával gerjesszünk bizalmat az ingázókban a tömegközlekedés iránt. És persze az is, hogy népszerűsítsük a tömegközlekedést, mint életstílust. Már tart az MRT második szakaszának építése, amelyet szintén Japán támogat. Ez 12 kilométerrel hosszabb lesz. Ha elkészül, összeköti Jakarta legdélebbi részét az északi résszel. Az egyik a projekt megvalósulását lehetővé tévő cég munkatársa részletekbe avat be bennünket. Függőleges alagutakat és négyszintes föld alatti állomást kell építenünk a csatorna közelében. Ilyen körülmények között nagyon nehéz dolgozni. Ráadásul nemrég romokat fedeztek fel az állomás körül, így esélyes, hogy meg fogunk csúszni. A legfontosabb, hogy időben befejezzük az építkezést. Az MRT titka a japán szakértelemben rejlik, az üzemeltetés és a karbantartás irányításán kívül a személyzet képzését is beleértve. Láttuk a metró és vasúti rendszerrel kapcsolatos tudás átadását, legyen szó tervezésről, fejlesztésről, mérnöki munkáról, építkezésekről. Emellett a japán vállalkozókkal, a tanácsadókkal és üzemeltetőkkel való együttműködés révén új szabványokat is ki tudunk alakítani. Az Amelia állomás személyzetét büszkeséggel tölti el az MRT. Csodás élmény, hogy az MRT munkatársaként az MRT Jakarta keretein belül szolgálhatom ki az utas közönséget. A Global Japan további epizódjait az euronews.com-on tekinthetik meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszlát legközelebb.